собор, прикоснетесь к стенам золотых ворот и Софийского собора, жемчужины 11-го столетия. А на Старокиевской горе еще вы будете детищем архитектора Растрелли, Андреевской церкви. А также вы увидите Владимирский собор, построенный в 900-летию крещения Руси. Посетите Флоровский монастырь. Это наш, да? Vagyunk Kijevben egy nemzetközi szeminárium előestéjén 2011. április 29-én. Elmúlt pár pillanatban láthattátok ezeket az esti fényeket, amik itt Kijevben visszatekintettek ránk. Gyertek el egyszer egy ilyen szemináriumra, akár ide Kijevbe, és nézzétek meg élőben ezt a dolgot. We'll be right back.
больницы, в смысле палаты, да? Или смотреть с окна шикарного автомобиля. Конечно, с окна шикарного автомобиля это приятнее и лучше. Поэтому вот табу. Спасибо большое президенту, спасибо большое всей моей команде, семье. Всем большое спасибо. И тоже хочу, чтобы мои дистрибьюторы, лидеры были здесь на сцене, тоже получали минимум как автомобиль. Дорогие друзья, нам всем интересно познакомиться со следующим новым продуктом Тяньши. А вот он. Антилипидный чай Тяньши. Пейте антилипидный чай Тяньши, наслаждайтесь спокойной и размеренной жизнью. Вам представили юные солисты народного ансамбля танца «Витаминчики». Очиститель для овощей и фруктов Тяньши обладает мощными очищающими свойствами благодаря озоново-кислородному воздействию. Он очищает все продукты от содержащихся в них пестицидов, гормональных составляющих и придает им аромат свежести. Вот они, наши витаминчики! Друзья, наша следующая награда – это прогулочная яхта! Мы, господин Ли замечательные. Когда-то жили в той стране, которая называлась
Советский Союз. А сегодня они получают свои награды за работу в Хорватии, Словакии, Венгрии. Üdvözlöm a magyarokat! Подарок яхты — это не просто подарок, это возможность. Возможность иметь много друзей в разных странах мира. У нас у всех очень много, мы в Тенши приобрели очень много друзей. Мы любим Украину. Украинский народ очень добрый и очень гостеприимный. Спасибо вам за это. Először vett részt egy ilyen nemzetközi szemináriumon. Borbála, milyen érzés volt ezen a szemináriumon itt lenni Kijevben? Nagyon örülök, hogy eljöttem. Felemelő érzés volt. Sok szép műsort láttunk. Hallhattuk a díjazottak a tapasztalatait. És hát én minden munkatársamat szeretném elhozni a jövőben ilyen szemináriumokra, konferenciákra, mert ezt az érzést, ezt nem lehet elmondani, amit itt érez az ember, igen. Mit szólsz ahhoz, hogy ilyen aranyoroszlánunk? Én nagyon gratulálok, olyan talpas, és a kis fiatal asszony. Gratulálok.
Köszönjük. Köszönjük szépen. És még a tapasztalatait majd szeretnénk átvenni. Persze, dolgozunk tovább is. Így van. Na, emeljünk. Csopon, csapolt sört iszunk. Csapon. Gratulálunk. Újra csapon vagyok. Egészségünkre. Most gondolkodunk, maradunk-e itt, vagy tovább megyünk? Tovább haladunk. A Feri, alig múlt 40 éves. Ez eldurrant. Szovjetszkaja Pezsgója. Gyerekek, a szovjetszkaja legjobb a Pezsgó. Leghíres. Csak a... És sok boldogságot kívánok nektek! Ismerünk Ferit, egy sas, igaz? Magasan tud repülni. És mikor találkozik valamilyen negatív dolgokkal, én emlékszem, hogyan szokott csinálni itt. Nem érdekel! És képzeljétek, ma találtunk a boltba. Majdnem a... Hasonlít. Hasonszörült. És körbe. Nézzétek meg, megkamera. És oda pénzt fog dűteni. Hogy nézem a kamerára? Mutasd ide. Né, mutasd, fordítsd ide. Mis ide? Mit szokott csinálni a Feri? Nagyon jó! Elfordul! És stílusos! Gyerekek, van nekünk egy filmünk, nem tudom, ki látta, a sasnak az újjászületése. Már maga akarjuk két szeminára bemutatni, de sose volt még rá idő. De ígérem, hogy a következő alkalom a 14-én bemutatjuk, mert pont arról szól, hogy a sas ugye elér 35-40 évet, és addigra a csőre, a karma, minden szépen előregszik. Tehát neki az a dolga, két dolgot választott. Vagy elpusztul, ugye? Vagy a másik pedig a kövön, meg a leveli a lábáról, a tollazatát lefejti, a körmét, vagy illetve a csőrét, ledolgozza, és képzeljétek el, aki ezt megcsinálja, az él még plusz 35-40 évet. Most ezt azért mutatom be sokszor, a korosztály, mondjuk az én korosztályomnak inkább jobban, hogy még mindig van lehetőség és újra kezdeni, gyerekek. És ez nekünk, az ember élete, úgy gondolom, sokszor újrakezdés. A problémákra lenézi. Igen, így van, és lenézi. Nem mert. Aranyos
egyszer megtudom. Belőle meg találod, gyerek. Na, még egyszer gondolj, gyerek. Gondolj még egyszer. Részítem. Természetesen mire gondoltam, mire gondol egy 80 szintű munkatárs? Az oroszlán. Oroszlán leszek, ilyenkor itt már oroszlánt ünnepelünk. De milyen? Jövő ilyenkor. Jövő ilyenkor. Jövő 13 ezüst, figyel a vendég. A már elegeső hajdú vagyok, hajdú már megyébe. Ugyan, mint az öreg Picasso-ba, nincsen nálam különlegény, hajdú meg Biharba. Filmezel. Eladó a mennyasszony. Majdnak szóval! Még ilyen... Feri... Meg a lakodalmam sem volt ilyen. Még a lakodalmam sem volt ilyen, Feriként. Nem adja át még. Vizsi! Eladó a mennyasszony! Vizsi! 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 Kutyát felébresztettétek. Ről nem ennyik a húz, de... Megmondta a felső... A felső vonal követi a többit. Ez a másolódás. Ez a másolódás. És itt van a pénz elrejtve. A másolódáson. A kutya is felébredt. Kutyus, megzavartunk. Kutyuli, kutyuli. Jó, ennyi volt.